November közepén egy új lakossági villamos energiatarifa-típust hoz létre az Energiahivatal, és e döntés kinyitja majd az ajtót a merev lakossági rezsicsökkentési csökkentési rendszer átalakítása előtt, írja a portfólió. Ez 2026-tól akár húsba vágó pénzügyi következményekkel is járhat több százezer háztartás számára. Skype-on kapcsoljuk holoda a Energetikai szakértőt jó estét kívánok! Kezdjük sokkal, jó estét kívánok! Tegnap lehetséges, hogy sokan a szívükhöz kaptak, hogy úristen, mert megint változik az elszámolás, mert ugye meg se tanultuk, ugye annyira bonyolult az egész, hogy lehet, hogy még ma sem tudják sokan. Szóval örülni kell ennek a változásnak, ha lesz, ugye egyelőre ez egy tervezet, vagy nem annyira? Én azt gondolom, hogy inkább örülni kell. Tehát miközben ebben benne van természetesen a, 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 minden irányú elmozdulás, tehát akár lefelé, tehát csökkent az ár, akár fölfelé, hogyha valaki kicsúszik belőle. De itt most arról szól a dolog, hogy nem véletlenül kezdtük el most már jó tíz évvel ezelőtt az okos mérőknek a telepítését, amelyek arra is alkalmasak azon kívül, hogy megmondják, hogy havonta mennyit fogyasztottam, hogy pontosan megmondja, hogy a napszak melyik részében fogyaszt a, az adott fogyasztó, és ehhez mértem valamilyen hát most még egy ilyen induló egy darab tarifacsomagot, de tarifacsomagot hoznának létre, ami azt, arra motiválna az embereket, hogy abban az időszakban, amikor kevésbé leterhelt a rendszer, akkor időzítsenek be bizonyos villamoseszközöknek az indítását, és amikor túlterhelt a rendszer, elsősorban a, a naplementekor, a délutáni, esti órában, amikor mindenki azaért, akkor pedig kevésbé fogyasszanak, és hogyha valaki ezt vállalja, ez egy önkéntes dolog lesz, tehát ez nem egy kötelező tarifa, itt mindenkinek saját magának kell arról nyilatkozni, hogy ő belép ebbe vagy sem, de ezzel sokat nyerhet az ember, hogy odafigyel a saját fogyasztására. Ugye, hogyha példaként vagy analógiaként elmondom, hogy például a mobiltelefon szolgáltatók, mikor bejöttek, akkor az elején volt mindegyiknek valamilyen percdíja, meg SMS díja. Aztán figyelték a fogyasztókat, és hogyha valaki nagyon sok SMS-t küldött, de nagyon keveset beszélt, akkor ő a személyére szabott tarifa csomagot kap Na most ugyanerről szól itt is ez a dolog, hogy figyelik az adott fogyasztót, tehát vannak azért a fogyasztók között olyanok, akik napközben otthon vannak, például nyugdíjasok, idősebbek, akik akkor meg tudnák tenni azokat a nagy mosás, szárítás és egyebeket, ami nagy elektromos energia fogyasztással jár, őket motiválni arra, hogy akkor fogyasztanak, viszont ha nem abban az időszakban, hanem a későbbi, tehát a zónán kívüli időszakban fogyasztanának, akkor az viszont már többlet pénzzel járna, tehát egyfajta motiváció és kerülne ebbe a rendszerbe, mind negatív, mind pozitív irányba. Tehát napközben lenne olcsó, viszont ehhez egy okos mérőre lenne szükség. Meglátjuk akkor a részleteket. Azt is írja a lap egyébként, hogy hosszú távon nem csak a rendszerhasználati díj, mert ugye azt írja a portfólió, hogy azt a változtatnak, hogy itt nem az áram áráról van szó, hanem a rendszerhasználati díjról, de az energiadíj rendszerének megváltoztatása is a pakliban van. Elképzelhető, hogy a jövőben a lakosságnak is bevezetik az áram dinamikus árazását, vagyis a piaci árhoz viszonyulhat az, amit a lakosságnak fizetni kell. Ez azt jelenti, én jól fordítom le, hogy akkor az úgynevezett rezsicsökkentésnek vége lesz, ha ez így lesz? Én azt gondolom, hogy igen, előbb-utóbb vége lesz. Ugye azt azért tudni kell, bármennyire is másképp mondják, a rezsicsökkentés az egy politikai termék. Az arról szó, hogy választást nyerjünk vele, és meg is történt többször. Ugyanakkor olyan terheket ró a villamos hálózatra, a villamos üzemeltetése, és magára az országra is, ami máshonnan von el pénzügyi eszközöket. Miközben a rezsicsökkentés időszakában 2014 és 2020 között nagyjából másfél milliárd köbméterre nő például a földgázfogyasztás és amikor bejött ez a fajta a rezsicsökkentés csökkentésének csúfolt rezsinövelés, akkor azonnal visszament a lakossági fogyasztás 3 milliárd köbméterre. Azaz igazolta azt, hogy egyébként amikor azt hitetjük el az emberekkel, hogy nem kell foglalkozni a rezsivel és az energiával, mert majd a jóságos állam gondoskodik róla, az bizony a pazarlás irányába viszi el a rendszert. És ez ugyanígy a villamos energia rendszernél nagyon komoly zavarokat okozott, különösen azért, mert rengeteg that we napelemes háztartás lépett be. Ugye most már azt lehet mondani, hogy több mint 280 ezer házon van fent jelenleg napelem, ami bizony a rendszernek a normák egyensúlyozott használatát megakadályozza, és mivel szeretnének ehhez hozzányúlni egyfajta szabályozással, kénytelenek lesznek hozzányúlni a rezsicsökkentéshez, már éppen ideje is lesz. Miért lesznek kénytelenek egyébként hozzányúlni? Van, egy hát azért... van egy olyan hír, hogy egyébként az Európai Bizottság ezt kéri tőlünk, fejlesztési források cserébe, ugye a következő ö, időszakban, ugye hát ugyanúgy, ahogy a nyugdíjrendszer reformját is, ami azt látjuk, hogy ez most nem nagyon történik meg, tehát lehet, hogy ez van-e mögött? Könnyen elképzelhető ugye az, az, hogy most rengeteg új okos mérőt szerelnek föl nálunk Magyarországon, arra például a pénzt az Európai Unió biztosította. Több mint 800 ezer háztartásban fognak felszerelni pénzt úgy, hogy az nem a magyar államnak, nem a magyar kormánynak, és nem is a fogyasztónak kerül pénzbe, hanem az az Európai Uniótól jön be. Tehát a csökkentése visszatérve, hogy az alap probléma az az, hogy nyilván kiki ki saját vérmérséklete szerint ezt kommentálja, de Brüsszel soha nem azt támadta. Tehát az Európai Unió soha nem azt támadta, hogy létezik valamilyen kompenzációs rendszer, amelyik a szociálisan rászorulókat segíti abban, hogy ki tudják fizetni a saját egyébként nagyon megterhelő közüzemi számláikat, hanem az, hogy mindenkinek egyformán jutott. Annak is, aki egyáltalán nem szólt rá, az is, aki kicsit szorult rá, tehát nem volt közte különbségtétel, és az Európai Unió folyamatosan azt kérte, hogy térjünk már el attól a rendszert, hogy mindenkinek egyformán jár, hiszen olyan nincs, hogy mindenki egyformán rászorul, ahogy látjuk is, hogy nincs, hiszen nem mindegy, hogy valaki egy millió forintos fizetéséből kénytelen nagyobb rezsit fizetni, vagy éppen a 150 ezer forintos fizetéséből. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Ha jönnek a részletek meg a pontos információk, akkor várjuk vissza. Köszönöm. Mindenképpen kedves sokan viszlát.